Köszöntöm Önöket heti magazinunk legfrissebb adásában. Ma szó esik többek között a Magyar Kultúra Napjáról, amelyről elég színes összeállítást készítettünk Önöknek, de mielőtt ebbe belemennénk, először beszéljünk arról, hogy 2016-ban a szemétszállítási díjak fizetésében jelentős változás következik be. Erről a változásról kérdeztük Róth Ervint, a Kommunális Kft. Ügyvezető igazgatóját. Nézzék meg először ezt az összeállításunkat. A Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot, hogy 2016. január 1-től hatályba lépett törvény értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat csak 2016. június 30-áig áll módjukban számlázni. Így a kedvezményes díjfizetést a korábbi évek gyakorlatával szemben csak fél évre lehet rendezni. Ezen okok miatt a korábban éves díjfizetést választók részére is fél éves díjbekérőt küld ki a szolgáltató. A 6 havi előrefizetés pontos összeg pedig függ még az adott gyűjtési körzet tényleges ürítési számaitól is. A kedvezményes díj befizetésére 2016. január 31-ig van lehetőség. Ha ezt nem teszik meg, akkor úgy negyedévente havi bontásban kapják meg a számlákat. És hogy miért kellett megszüntetni a kedvezményes egyéves díjfizetési lehetőséget, miért nem tudja ezt a szolgáltató biztosítani a törökszentmiklósi lakosok részére, ezt most megtudhatják Róth Ervintől, a törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójától. Korábban a városi önkormányzat képviselőtestületének a határozata alapján kedvezményes díj fizethető volt éves, illetve féléves, miután az országgyűlés megszüntette a számlázási tevékenységünket, és hasonló átalakításokat terveznek a hulladék közszolgáltatás, hulladékszállítási közszolgáltatás területén, mint amilyet már bevezettek a víz, a gáz, az elektromos energia, meg a távhő szolgáltatóknál. Tehát az, hogy egy nagy állami céget hoznak létre, aki szerződik majd a helyi szolgáltatást végzőkkel. És ami biztosan nem fog semmiképpen sem helyben maradni, az a számlázás, mert úgy lesz majd, mint a nagy országos lefedettséget biztosító nagy cégek, hogy központi számlázás valahol, és ott viszont a lakcím nyilvántartás alapján kiküldik a számlákat, és kikerül a közszolgáltatónak a tevékenység köréből a számlázás. És miután ez a írja elő, hogy a önkormányzatoknak a szerződését módosítani kell június 30-ával, nem végezhetnek számlázási tevékenységet a közszolgáltatók, mert a holding fogja átvenni. Tehát, hogyha a holding átveszi a számlázást, én nem számlázhatok egy olyan időszakra, amikor nem vagy jogosult már begyűjteni a szolgáltatásnak a díját. Ebből következik az, mert majd ez a nagy állami holding fogja átvenni június 30-tól, ezért mi nekünk is meg kellett szüntetni az éves díja kedvezmény lehetőségét, és csak fél éves kedvezményt tudunk adni. Ezért gondolja úgy néhány lakos, aki szerette volna egy évben, és úgy is fizette eddig, tehát hogy egy évben egyszer fizette be egy összegben, az ugye így egy éves szinten kedvező volt néhány forinttal, mint hogy most csak fél évre tudja befizetni. Igen, ez valóban így van. Ez a kedvezményt egyébként, hogy említettem, ez nem a zsezsidíj csökkentés miatt kapták a kedves lakosok az egész országban, hanem ez nagyjából adott volt a miniszter által meghatározott díjak a 2012-es intézkedések óta, és ezek a díjak most is érvényben vannak. Új díjakat nem határozott meg a miniszter, így mi sem természetesen, és az önkormányzat sem adhat új hulladékszállítási díjakat, hanem a régiek vannak érvényben, csak a rendszer változása miatt a kedvezmény fizetési lehetőség megszűnik, mivel nem fogunk tudni számlázni az országgyűlés döntés alapján létrehozandó országos hatáskörű holding miatt, átkerül hozzá a számlázás, és a helyi szolgáltatóknak megszűnik a számlázási tevékenysége, így nincs jogunk begyűjteni olyan pénzt, ami attól az időszaktól kezdve a holdingnak fizetendő, nem pedig a közszolgáltatónak, ez pedig június 30-a. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan több esemény is zajlott Törökszentmiklóson. A Hunyadi Mátyás Nevelési Oktatási Intézetben például az Együtt Szaval a Nemzet című programhoz kapcsolódtak. Ennek kapcsán készítettünk egy összeállítást, ez következik most magazinunkban. Idén 27. alkalommal ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekkén a himnusz kéziratát. A nemzeti megemlékezések hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének, ápoljuk és továbbadjuk kultúránk tárgyi és szellemi értékeit. Az évfordulón harmadik alkalommal bocsátották útjára a nemzeti összetartozást erősítő kezdeményezést Együtt Szaval a Nemzet címmel. Törökszentmiklóson a Hunyadi Mátyás Általános Iskola is csatlakozott a felhíváshoz. Mostanáig,
az Együtt Szaval a Nemzet program nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyar lakta területeken is arról szól, hogy ezen a napon együtt minél több középiskolás, általános iskolás együtt szavaljon. Mi már tavaly is kapcsolódtunk ehhez az országos programhoz, illetve idén másodszor próbálkoztunk vele, hogy együtt mind az iskola minden tanulója, minden nevelője együtt egy helyen egyszerre megadott verset mondjon. Nem ez az egyetlen tanórán kívüli program a diákok és a pedagógusok számára. A közeljövőben is több hasonló rendezvény készül a Hunyadiban. Ráadásul ezek a programok nagyon nagy népszerűségnek örvendenek a diákok között. Ez sokkal népszerűbb, mint a tanulás, és azt gondolom, hogy a pedagógus közösség is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a diákoknak a tanuláson kívül is élményt tudjunk nyújtani, ezért minél több városi vagy országos rendezvénybe bekapcsolódunk, illetve helyileg is mi saját magunk is találunk ki olyan programokat, amit a gyerekek igen vonzónak tartanak. Az eddigi eltelt időben mondhatom azt, hogy sporttal kapcsolatosan, túrázással, kultúrával, színházi élménnyel kapcsolatosan voltak már programjaink, kezdve a Pelikán túra, ami ugye Szolnokon zajlódik, bekapcsolódtak a gyerekek az Európai Mobilitási Hét rendezvényeibe. Az iskola falain belül is voltak különböző diákprogramok, Comenius nap, vagy egészség délután, aztán a téli ünnepekhez kapcsolódóan Mikulás rendezvények osztálykeretben, a karácsonyi ünnepségünk, itt szintén a városi rendezvényekhez is kapcsolódtunk, és ugye most januárban a téli szünet után pedig a fókuszban a Magyar Kultúra Napjának a megünneplése volt, és már erre hetek óta készültek a gyerekek. És mondhatom, hogy ha tovább tekintünk, akkor közeledik a farsang, ami szintén nagyon népszerű a kicsik és a nagyok körében is, úgyhogy ez egy biztos, hogy nagyon jó rendezvényünk lesz, illetve tavasz közeledik és a Hunyadi Gála úgy szintén, ugye ami tavaly is egy nagyon népszerű programunk volt. Valamint a pedagógusok egész év folyamán készülnek arra, hogy a következő tanévet is be kell indítani. És nagyon nagy munka, nagyon nagy feladat a beiskolázás jelen pillanatban. Mi a következő lépcsője azoknak a szülőknek? Mit kell tennie, akik ide szeretnék, hogy a gyermekük járjon? A következő lépcsőfok az február 11-én fog elkövetkezni. Ezen a napon igazgató úr egy szülői tájékoztató fórumra várja az érdeklődő óvodások szüleit. Nekik lesz ismertető az iskola életéről, az itt folyó tanítási programokról. Ezt követően pedig 18-ától egy hat alkalmas iskolanyitogató programot tartunk a kicsiknek, ez szintén 10 éves hagyomány már az intézményben. Itt megismerkedhetnek a tanítónénikkel, a tanítónénik is a gyerekekkel, a szülők azokkal a tanítónénikkel, akik majd az osztályban tanítani fognak, órákat látogathatnak, különböző még esetleg konkrétabb ismereteket szerezhetnek az intézményünkről, és a beiratkozásra azt gondolom, hogy segíteni fogjuk azt, hogy a szülők felelősséggel tudjanak dönteni, hogy tényleg a mi iskolánkat választják-e, illetve azon belül milyen programjainkat, a szivacs kézilabdát, az angol két anyelvű oktatást, illetve az IKT-val támogatott alapkészségfejlesztő osztályainkat. Jelenleg is zajlik az OVI angol, ami igen népszerű, ez a kiskuti épületünkben van csütörtökönként, és az óvodások nagy szeretettel látogatják, úgyhogy azt gondolom, hogy kettő csoportban folyik ott a foglalkozás, minden csütörtökön, és ez egészen tart majd most a nyitogatóig, illetve beindult a szivacs kézilabda óvodásoknak szintén, és itt is az érdeklődés azt hiszem, hogy számottevő, és bízunk benne, hogy lesznek olyan sportolni vágyó óvodások, akik majd aztán ezt az osztályt célozzák meg. Iskolába járni ma már tehát nem csak a tanulást jelenti, hanem tartozni valahová, részesen lenni egy közösség életének. A Hunyadiban arra törekednek a pedagógusok, hogy minden tanórai és azon kívüli elfoglaltság is erősítse a gyerekekben, hogy jó hunyadisnak lenni. Hunyadisnak lenni azt kívánja meg, hogy toleránsak legyünk, hiszen sokan vagyunk kis helyen. Hunyadisnak lenni azért jó, mert bárhova megyek, mindig ismerősök jönnek, akik segítenek. Hunyadisnak lenni jó, mert
A gyermekek szüleit is tanították itt már kollégák is, és lassan már én is odaérek, hogy a gyermek generációkat tanítunk. Hunyadisnak lenni jó, mert ez egy olyan közösség, ami nem csak a gyerekek közössége, nem csak a tanítók közössége, hanem bizony a technikai személyzet közössége, aki nélkül mi nem működhetünk, a szülők közössége, akik minden egyes programunkat maximálisan támogatnak, bármi legyen is az. Pogány Gábor Benő szobrászművész kiállítását január 22-én délután nyitotta meg az Ipolya Arnold Művelődési Házban Törökszent Miklóson. A megnyitón Markot Imre, Törökszent Miklós város polgármestere mondott beszédet. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy először pár szóban bemutassam művész urat. Szolnokon született, és azon kivételes művészek közé tartozik, aki a szülőhelyén találta meg életét és alkotási helyét, hiszen a mai napig ott él és ott dolgozik, és szerves része Szolnok közéletének, tagja a szolnoki művésztelepnek, illetve jelenleg elnöki funkcióját is betölti. Iskolai tanulmányait Budapesten a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában végezte, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szobrászatot tanult. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Képzőművészek Szövetségének. Tanulmányutakat töltött Skóciában, Svájcban, Romániában, Olaszországban és Franciaországban. Számtalan díjat kapott pályafutása során. Vitt pályázat díjat 1984-ben, 1987-ben Hermann Lipót díjat, 1991-ben a 8. Országos Portré Biennálé 60 bronz diplomadíját, 99-ben Szolnokváros kulturális díját, 2002-ben Európa Védőszentje kiállítása díját, 2003-ban 14. Országos Portré Biennálét 60-ban, 2009-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi Prima díjat kapott. Számtalan köztéri pályázaton vett részt, nemzetközi szobrászművész telepek alkotója, és jó néhány egyéni kiállítása és közös kiállítása volt már Magyarországon is és Európában. Legutóbb, illetve először Törökszent Miklóson 2004-ben mutatta be munkáit. És most engedjék meg, hogy egy személyes történetet mondjak el. Ez a személyes történet még valamikor a 90-es évek végén történt. Én akkor Szolnokon pályakezdő építész voltam, és ahogy a városban jártam, keltem, mindig találkoztam az ottani Gábor, vagy Gábornak az ottani köztéri szobraival. És bennem mindig egy különös kérdés merült föl, hogy azokban a szobrokban mindig egyfajta vertikalitást láttam, egyfajta nyújtást. Olykor még némely szobrában azt is felfedeztem, hogy egy icipicit, mint hogyha egy térbeli, jó értelembe vett karikatúra lenne, tehát a portrén felismerhetők az embernek a megalkotott személynek a személyes vonásai, mégis van benne egyfajta nyújtás. Aztán az elmúlt héten fölhívott Gábor azzal a kéréssel, hogy nyissam meg a kiállítást, és ez volt az első találkozásunk, amikor a kiállítást rendezte. És akkor föltettem neki ezt a kérdést, illetve elmeséltem neki szintén ezt az élményemet, és akkor mondta, hogy igazából ez nem is véletlen dolog, hanem ő a szobraiban mindig egyfajta függőleges hangsúlyozást szeret létrehozni, ezzel is az ég felé való törekvést, a földet és az eget összekötni a szobraival. És hogyha itt körülnézünk, akkor nagyon sok szobrán látható az, hogy
tulajdonképpen a maga a témaválasztás is, illetve annak a témának a megalkotásában olyan gondolatokat, vagy olyan formákat hoz létre, ami ezt az alapvető, az ő gondolkodásmódját alapvetően létre is hozza, és ki is hangsúlyozza. Az elmondása szerint az ő alkotó művészetét három dolog határozza meg, három inspirációs réteg, az egyik a görög mitológia, a másik a Biblia, a harmadik pedig a magyar mitológia, vagy magyar múlt. És ebből próbál olykor-olykor, amikor akár megrendelésre, akár önállóan valamilyen alkotást létre tud hozni, akkor mindig ezekből a témákból merít. Amikor a kiállítást fölrakta, akkor végigmentünk minden egyes itt kiállított szobornál, és minden egyes szobor, minden egyes alkotáshoz egy-egy történetet mesélt el. És az alkotó ember számára, amikor egy művet létrehoz, akkor mindig megszületik benne egy történet. A történet magának az alkotásnak a folyamata, ami az emberben mélyen megmarad, és bármikor, amikor azt a művét megpillantja, akkor ezek a történések, ezek az emlékek mindig előjönnek belőle. De története van egy szobornak a köztéren való elhelyezésében, vagy története van egy szobornak, például a Petőfi szobor kultúra szállításának is különös története van, ahogy a határon átkerült, majd ahogy ott a helyére került a kijelölt területen. Hogyha az utóbbi alkotásokat itt a oldalt, azt a négy szobrot megnézzük, az a magyar mitológiából, magyar mondavilágból származik. Az egyik a csodaszarvas fiú, ami a kantáta profánából származik. A másik fönt a sámán, és a sámánon is egyszerre érzékelhető, én úgy gondolom, mind a magyar mondavilág, mind pedig egyfajta hellenisztikus megfogalmazás, akár a szobornak a szárnyait, vagy akár a szobornak az arcát tekintjük. És ugyanakkor azt gondolom, hogy kihívás elé is állítják néha-néha a szobrászművészt egy-egy megrendelés, mint például ott látható az a első világháborús emlékmű, ahol, vagy második világháborús emlékmű, ahol a megbízóknak, a megbízó településnek az volt a kívánsága, hogy lovas szobrot szeretne létrehozni. Ugyanakkor nyilvánvalóan, hogy az a pénzösszeg, amiből egy lovas szobrot létre lehet hozni, az nem állt rendelkezésre, és akkor ekkor jön a művészi fantázia, hogy hogyan lehet megoldani a rendelkezésre álló anyagi keretek között, és mégis minden egyes mondani való benne legyen, tehát a megbízóknak az igénye, és ugyanakkor benne legyen az a búcsúzás, és benne legyen az az első világháborút visszaidéző pillanat is, amikor a katona búcsúzik a társától, vagy épp az édesanyjától. Az a kiállítás, amelyet most itt megtekinthetünk, abból a szempontból is különös, hogy mint szobrok általában köztéreken vannak kiállítva, és egy ilyen zárt térben az ember fényképekről tudja visszanézni a szobrokat, és a fénykép az legtöbbször egyetlen egy irányból mutatja a szobrot, holott a szobornak épp, szobrászatnak, illetve a szobornak épp az a lényege, hogy több irányból, bármilyen irányból tekintünk, vagy megyünk a közelében, minden irányból mást mutat, és a mostani kiállításnak az a különlegessége, hogy az elkészült köztereken felállított szobrok egy részének a kicsinyített változatát is magával hozta Gábor, és itt bemutatta nekünk.
És én azt kívánom önöknek, hogy ha tehetik, ne csak most nézzék meg ezeket az alkotásokat, hanem később is jöjjenek vissza, és akár egyedül is járják be a termet, és egy-egy szobrot több irányból nézzenek meg, mert akkor lehet ténylegesen azt a mondani valót, amit a szobrászművész belefogalmazott, megérteni, vagy elgondolkodni azon, amit ezzel kíván nekünk üzenni. És én sok szeretettel köszöntöm Gábort, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elhozta hozzánk az alkotásait. 2016-ban a Török Szent Miklóson adható elismerések sora gyarapodott a Török Szent Miklós Város Közművelődési Díj elnevezésű adománnyal, amelyet minden évben a Magyar Kultúra Napján fognak ezentúl átadni. Az első ilyen díjat a Török Szent Miklós Város Önkormányzatának képviselőtestülete döntése értelmében az Ezer Jó Szent Miklós Néptánc Együttes kapta meg. Január 22-én a Kultúra Napján Markot Imre polgármester adta át az elismerést az egyesület vezetőjének. Török Szent Miklós Város Közművelődési Díj alapításával a város értékeinek, hagyományainak gondozását, megőrzését kívánja erősíteni a jövőben is városunk önkormányzata. Idén két javaslat érkezett a díjra, melyet Török Szent Miklós Város Önkormányzat értékelt és meghozta a következő döntését. 2016-ban a közművelődési díjat az Ezer Jó Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek adományozza. Én megkérem az egyesület vezetőjét, Szilágyi Eriket és feleségét, Polgár Anitát, hogy fáradjanak ide a színpadra. Az Ezer Jó Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a kultúra, hagyomány és városunk iránt elkötelezett szakemberek és művészek, oktatók közös együttműködése, egymásra találás eredményeként jött létre. Az egyesület a tevékenységét fokozatosan bővíti, hiszen résztvevője kíván lenni a különböző városi fesztiváloknak, helyi és térségi rendezvényeknek. 2008-ban alakult az egyesület a Jenek Baranta Kulturális Hagyományőrző Harcművészeti Egyesület átszervezése, tevékenységének és tagságának kibővítése nyomán. Igyekszik fejleszteni a fiatalok művészet iránti fogékonyságát. Támogatja a művészeti pályára készülőket, művészeti és kulturális táborokat szerveznek, fesztiválokat rendeznek, teret biztosítanak a kulturális rendezvények lebonyolítására, a népi kultúra terjesztésére, az egészségnevelésre. Kapcsolatot építenek hasonló célokért dolgozó civil szervezetekkel határainkon belül és túl. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében néptánc, népművészet és mozgásművészeti tagozatot működtet. Az egyesület székhelye a Lukács mozgó, ahová szeretettel várnak mindenkit. A javaslatot egyébként Révi Attila, Fejér Ilona, Mészáros Zoltán és Kányáné Búzás Mónika önkormányzati képviselők tették. Köszönjük nekik, hogy figyelemmel kísérik a város kultúráját, és nem mennek el szó nélkül az igazi értékek mellett. Tegyék ezt a jövőben is, hiszen a jövőben is szeretnénk átadni ezt a szép kitüntetést. Úgyhogy egy nagy-nagy tapsot az egyesületnek, és megkérném városunk polgármesterét, hogy Eriknek és Anitának, a két vezetőnek nyújtsa át a kitüntetést. Ennyi volt mai magazinunk, ugyanebben az időben, legközelebb egy hét múlva találkozhatnak Miklós Napló című összeállításunkkal. Természetesen ezt a műsorunkat is és korábbi adásainkat is visszakereshetik közösségi oldalainkon, valamint honlapunkon. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!